Lapföldön minden szorgos manó az ajándékok becsomagolásán dolgozik. Minden apróság, ki ügyesebben, ki ügyetlenebbül azon munkálkodik, hogy szép papírdobozokba kerüljenek a karácsonyi meglepetések. Az ikonikus előadás a Rudi megmenti a karácsonyt az idén a pandémia miatt a szokásos módon elmaradt. Ám az intézmény felvétellel készült, melyeket eljuttatott az óvodákba, hogy az ott lévő gyerekek kedvet kapjanak a balettművészetéhez. Azért is fáj nekünk, mert ilyenkor a legkisebbek, az óvodások nagy számban vettek részt az előadásainkon. Aztán nagyon sokan kedvet kaptak ennek köszönhetően ahhoz, hogy hozzánk jöjjenek. Ugye mi nem körzetes általános iskola vagyunk, hanem országos beiskolázású. Nyilván kis elsősök esetében nem országos beiskolázásra gondolunk, de bármelyik óvodából érkezhetnénk hozzánk. És az apropója a történetnek az, hogy most nem tudunk kimenni az óvodákba, ahol egyébként nagyon szívesen fogadtak minden évben minket. 25 óvodát látogattak meg balettmestereink évente. Ennek volt köszönhető, hogy most már hosszú évek óta kifejezetten nagyszerű gyermekanyag érkezik hozzánk. Próbáltuk ezt pótolni azáltal, hogy elvittük a Rudi DVD-nket. Az igazgató kiemelte azt is, hogy a tervek szerint januárban megtartják a felvételit. Jöjjenek el hozzánk január 26-án 16 órára egy felvételi megtekintésre. Nem kell különösebben készülni, semmiféle extra darabot nem várunk el tőlük. A balettmesterek megnézik a testi adottságokat, egy kis ritmusérzéket, illetve a tanító nénivel, a leendő tanító nénivel is találkozhatnak. Aki szereti ezt a mozgásfajtát, ki ne hagyja. A felvételi eljárás során fokozottan ügyelnek a járványügyi intézkedések betartására. Egy szülő érkezhet, tulajdonképpen erre a délutánra valamilyen szinten felfüggesztjük ezt a dolgot, már itt kint várni fogjuk őket, nem lesz semmiféle tumultus, hogyha szükséges, akkor akár negyedórás, félórás blokkokban is tudjuk a gyerekeket elszeparálni. Legalább 8 termet felszabadítunk, ahol tudnak költözni, tehát semmiféle kontakt nem lesz. Az intézmény honlapján már fenn van a jelentkezési lap, és várják az ifjú balett növendékek jelentkezését.